felszerelés, pihenőidő, ruházat, szállás. Zapaz, azaz magyarul tartalék. Csak néhány tétel, amely hiányzik a határon szolgálatot teljesítő katonák és rendőrök mindennapi életéből. Az év elején felháborodás keltett, amikor kiderült, milyen körülmények között uralkodnak a határon szolgálatot teljesítő katonák mindennapi életében. Azóta semmi érdemi lépés nem történt, viszont beköszöntött a tél. Egyre nehezebb elviselni a 12-16 órás napi szolgálatot és a meleg ruha hiányát. Szakértők szerint a megoldás egy olyan konténertábor felépítése lenne, amelyet például az ENSZ missziók telepítése alkalmával is használnak. Ez azonban csak akkor szükséges, ha hosszabb távra tervezik a határ folyamatos katonák és rendvédelmi dolgozók általi felügyeletét. Kormány nyilatkozatai azt sugallják, hogy egy hosszabb migrációs nyomásra készülnek, azonban a tetteik ellen mondanak ezeknek. Fentiekre tekintettel kérdezem államtitkár urat, mikor akarják végre megoldani a határon szolgálatot teljesítő állomány megfelelő ellátását. Terveznek egy állandó tábort felépíteni, ahol végre megfelelő szállást lehet biztosítani az állománynak. Tesznek-e valamit annak érdekében, hogy megszűnjön az embertelen, napokon vagy heteken át tartó 14-16 órás napi szolgálatellátás? Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő kérdésre Varga Tamás államtitkár úr válaszol. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A nyeregület szeretném a kérdésében használt méltatlan jelzőt visszautasítani. Az a helyzet ugyanis, tisztelt képviselőtársam, hogy a mi kormányunk az önök kormányával ellentétben mindent megtesz a hazavédelme érdekében. Szeretném elmondani azt is, hogy a határon szolgáltat teljesítők rendelkeznek a vonatkozó HM rendeletben előírt ruházati felszereléssel, ami téli időjárási körülmények között is biztosítja a feladat végrehajtását. Ezen a felszerelésen felül a járőrszolgáltat ellátó állomány megkapta a hideg elleni védelem növelése érdekében a felszerelést, a polárpulóvert és az esővédő öltözetet is. A személyi állomány élelmezési ellátási színvonalának emelése érdekében 450 forint értékben pótnormát vezettünk be, és fokozott figyelmet fordítunk a megfelelő kalória bevitelre, a változatos étkeztetésre és a védőitallal történő ellátásra. Tisztelt képviselő úr, valóban folyik egy előzetes gondolkozás, egy előzetes elgondolás a határmenti feladatokat végrehajtó állomány elhelyezésének további javítása érdekében egy úgynevezett határvédelmi bázis létrehozásáról. Ez biztosítaná a szállás, munka, szolgálati, ellátási, raktározási, szociális, valamint a kulturális funkciókat is. Jelenleg a feladatot ellátó állomány elhelyezési feltételei megfelelőek, a Magyar Honvédség közegészségügyi és járványügyi szolgálata ezt rendszeresen ellenőrzi. A tapasztalatok alapján az elhelyezési körletek biztosítják a személyállomány megfelelő pihentetését és a szabadidő eltöltésének kulturális feltételeit. Szeretném azt is elmondani, hogy a végrehajtó állománynak a napi szolgáltatása során és azt követően is biztosított a pihenése és az elrendelt túlszolgálat maradéktalanul ellentétezésre kerül, a járandóságok folyósítása pedig folyamatos. Az elmondatokból is világosan látszik, hogy a Honvédelmi Minisztérium mindent megtesz a határon szolgáltatott teljesítők körülményeinek biztosítása érdekében. Köszönöm meg, tisztelt.